Az 5 napos szabadidős tevékenység legfőbb célja az volt, hogy a gyerekek elsajátítsák a fotózás, valamint a filmkészítés fortéjait, megismerjék és megörökítsék a város természeti és kulturális értékeit. Mindenkinek örömet jelentett, hiszen a hét végére, az egy hetes tábor végére produktumok születtek, 41 kis filmalkotás került föl végül is a YouTube csatornára, bárki megnézheti. A táborozók különböző helyszínekre kirándultak, hogy aztán az ott látottakat megörökíthessék. Nagyon tetszett a tábor, és én az emlékművekről és a szobrokról csináltam filmet, és azt tetszett a legjobban, hogy fölmentünk a WC-re fényképezni. A résztvevők közül többen a hétköznapokban is érdeklődnek a filmkészítés iránt. Videószerkesztés a hobbim, a hírességekről szoktam legfőképpen inkább összeállítani, és ezért jelentkeztem ebbe a táborba, hogy még tovább fejlesszem ezt a tudást. A táborban összekovácsolódott közösség tagjai tegnap egy csapatépítő túrán találkoztak újra egymással.